Fantasztikus volt, ahogy megismertem, sportolt, jóképű volt, én sem voltam csúnya lány. Olyan jól alakult a kis életünk, hogy lett két lányunk, négy unokánk, három dédunokánk. És 11-be kapott egy agyvérzést, hát utána aztán én gondoztam végig. Teljesen más az életem ritmusa most, mint ami azelőtt volt. A lelkem úgy, minthogyha nem is már az enyém lenne. Még abból élek sokszor, a sok szép emlékünk volt, hogy mentünk üdülni, mentünk ide-oda. A máltai, ez a szeretett szolgálat, ez egy ilyen otthon. És oda beadtam majd két hétre, hogy mondom, egy kicsit pihenjek. Akkor ott meg láttam, hogy lekötözték, sírt, hogy ne hagyjam ott, úgyhogy nem is maradt csak vagy 4-5 napig. És volt, amikor még nappal is lekötözték. És akkor mondták, hogy hát muszáj lekötni, mert különben keves a személyzet, és van 40 beteg. Nem lehet embereket az elmúlásukat így végignézni. Legalábbis akik szeretik egymást, és ennyit leéltek együtt. Hát nem tudom, hogy azt aztán, hogy fog alakulni a kis életünk, de jó lenne egy kis segítség mellé azért. Talán még lenne egy kis fénysugár, hogy még azért van egy kis jó is az életben.